Impossible Aventura Iceland Traverse, azt hiszem, hogy ezt így ejtik ki. Ez a címe annak a filmnek, ami arról készült, amikor két jószándékú fiatalembernek kivágott az emberi élettel nem kimondottan összeegyeztethető Zord izlandi tájnak, hogy amint a neve is jelzi, Traverse, azaz áthágjanak a lehetetlennek tűnő jégmezőn. Akkor is beszélgettünk velük, élménybe számoltak, most pedig felidézzük annyi időtávlatából ezt az egész kalandot, illetve a filmre is meghívjuk nézőinket, mert egy film is készült erről. És köszöntöm is a stúdióban Keresztes Saroltát, illetve Szénási Zoltán, szervusztok. Szervusz. Köszönjük, bejöttetek. Szia, köszönjük a meghívást. Hát nem tudnám megmondani, mikor beszélgettünk itt a élménybeszámolóról veled és Alpárral. Én sem tudom. Eltelt már némi idő azóta. Az biztos. Tavaly, igen. Lássuk, milyen visszatekinteni így újraélni az egészet? Hát az igazság az, hogy még mindig nagyon friss, én úgy érzem. És hogy ahogy telik az idő, egyre több részletet sikerül feldolgozni, és ettől csak egyre nagyobb és szebb az élmény. Egyébként hadd kérdezzem meg, hogy miért csak most kész lett belőle film? Technikai okok vannak, a vágás? Idő. Mivel mindannyiunknak rengeteg ideje van, csak a filmet vágtuk, készítettük, így aztán mostanra lett kész. Hát az idő miatt, igen. És hát te vagy a kommunikációsa ennek a projektnek, illetve te vagy az egyik kezdeményező. Hát kommunikációs szemszögből, illetve a te munkádról, hogyha mesélnél, hogyan vettél részt ebben? Hát egyszer csak szóltak, hogy ők mennek, és kellene valaki, aki segít nekik lekommunikálni, mert nyilván akkor, amikor az ember napi 100 kilométer teker, vagy terveik szerint 100 kilométer teker, akkor arra is kell ügyelni, hogy nyilván erre külön energiát szállni, ami nem biztos, hogy megmarad. Úgyhogy az volt az egyesség, hogy segítek nekik abban, hogy láthatósága legyen ennek a projektnek, minél több emberhez elérjen, illetve nyilván az itthoniakkal rajtuk keresztül, vagy rajtam keresztül tartsák a kapcsolatot. Miért volt ez fontos, hogy minél több emberhez eljusson? Mert azért a Rupi Kápra szeretne minél látványosabb és minél szebb projekteket kezdeményezni, és úgy gondoljuk továbbra is, hogy a Rupi Kápra Challenge, ez egy módja annak, hogy megmutatkozzunk, és megmutassuk a természet iránti szeretetünket és tiszteletünket. És nyilván... Jótékony oldala is volt ennek, nem talán? Az idén nem volt. Lássuk, ugye a film az, hogy film készül ebből. Ez már az elején el volt döntve, vagy így közben alakult ki? Hát igazából ugye évek óta zajlanak nekünk hasonló projektjeink, és mindig vágytunk arra, hogy majd, ha hazajövünk, és leülünk, visszagondolunk, akkor legyen egy összesítés, amit vissza tudunk nézni, és minden évben próbálkoztunk ezzel. Úgy néz ki, hogy az idén, vagy ezúttal sikerül először ezt tényleg úgy összerakni, úgy összepakolni, ugye Saci segítségével is, hogy ezt le tudjunk ülni mindannyian, megnézni, és beszélgetni róla. Eddig ez nem sikerült. Mindig próbálkoztunk filmezni, fotózni. Felszerelésünk most sem volt, ugyanúgy telefonokkal, kis GoPro-val készítettünk, amit tudtunk. Aztán sikerült egy fiatal egyetemista sráccal megegyezni, aki bevállalta azt, hogy abból a hatalmas lecsóból Saci irányítása mellett szépen összehoz egy egészet. Most ezt fogjuk megnézni csütörtökön. Saci, kitérünk erre, és Saci, te már rengeteg mindent lekommunikáltál a közösségi médiában. Milyen volt ez a munka? Azon kívül, hogy igazából hát rád taksálták, nem kimondottan verekedtél érte, hogy... Tökéletesen eltalálták azt az időszakot, amikor elég bonyolult volt nekem is az internet hozzáférés, mert szabadságoltam. Tehát, hogy ők elindultak, és velük egyszer elmentem én is szabadságra tengerre, ahol igyekeztem azért a technikát kerülni, ezért napi egy alkalommal tudtam úgy kapcsolatba lépni, hogy ők meghagyták nekem az üzenetet, elküldték a képeket, hangüzenetekben kommunikáltak, és akkor én abból összefoglalót írtam a Facebook oldalra. És hát ez nyilván reggel én is úgy ébredtem fel, hogy na, küldtek-e valamit? Tehát, hogy azért én is izgultam.
Kik dolgoztatok ezen? Tehát hogy képzeljük el ezt a csapatot, aki ezt az elejétől megálmodta, végigvitte, hányan dolgoztatok rajta? Most mind a kettőtöktől kérdem, talán kezdjük Socival. Hát ők voltak ötön, ugye ötön találtátok ki, voltam én, és utólag jött be a képbe Ákos, ugye, aki a filmet megvágta. De Izlandon is volt egy összekötő emberünk, Dán, aki segített a logisztikával, hiszen azt a rengeteg csomagot, biciklit, stb. Ugye mi a sziget egyik felére érkeztünk repülőgéppel, át kellett menni a sziget másik végébe, és onnan kezdtük gyakorlatilag a biciklitúrát, mindent átszállítani, mindent megszervezni, abban Dán segített. Ő volt gyakorlatilag a backup csapat, az az ember, akinek, hogyha nagy baj van, akkor szólunk, jelzünk, és akkor majd segít a lebonyolításban. Mennyire volt viszontagságos? Közben a nézőink láthatják, hát gyönyörű hely, ugye Izland a világ talán az egyik legszebb helye, nagyon különleges. Volt nektek még egy izlandi élményetek, ami gondolom nem volt ennyire rózsás, mint ez? Volt még, és én úgy érzem, hogy lesz még. Tehát ez egyszerűen csak azért van, mivel, hogy bevált ez az Izland nektek. Tehát Izlandról nem igazán lehet mesélni. Izlandot meg kell élni, ott kell lenni, érezni kell. Mesélni nehéz, tehát annyira bőséges a látnivaló, az éreznivaló, hogy tényleg napok hosszú során keresztül lehetne erről mesélni, ott minden a természet, meg az a hangulat, amiben az ember belekerül, amikor egy ilyen utazást bevállal, hogy gyakorlatilag egyébbel nem foglalkozol, mert erre se energiád, se időd, se igényed nincs, csak azzal, hogy fölkelsz, és aztán majd legyen ahova lefeküdni biztonságban, és közben táplálkozzál is valamit, ha sikerül, nem mindig sikerül. A világ egyik leggyérebben lakott országáról beszélünk. Találkoztatok-e emberekkel? Mert az nem valami könnyű az Izlandon. Persze, találkoztunk, tehát Izlandon nagyon-nagyon-nagyon népszerű a turizmus. Ők gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy ebből élnek, de jövedelmeik nagy részét a turizmusból szerzik be, úgyhogy aztán a népszerű helyeken sok ember van, illetve a perifériákon, tehát nem a sziget belsején, hanem a szélein, ott van ember, főleg turista szezonban. Na most körülbelül 4 nap volt az, amikor a szigetnek a belsején haladtunk a szószoros értelmében keresztül, na ott már nem találkoztunk senkivel. Tehát se ember, se autó, már az utak is eltűntek. Tehát hány kilométert tettetek meg számokban, hogyha összefoglalnád? Ez azért kicsinek tűnik, de elég nagy Izland ahhoz képest. Hát kicsinek tűnik, de igen. Tehát ilyen Erdély nagyságú területet kell elképzelni. 1000 kilométer volt a túra, egyik végéből a keleti partra, a nyugati partra. 1000 kilométer volt, ebben volt 10 000 méter pozitív szintemelkedés. Miért pont Izland? Mert ott van. Jó kérdés. Ahogy a hegyekre szoktam. Nem feltétlenül, igen, van ez a mondás, viszont azt gondolom, hogy Izlandon az igazán természet szerető ember, az igazán kalandot szerető ember, az az ember, aki önmagával is szeretne találkozni, az az ember is, aki a föld keletkezésének kis makettjét szeretné látni, érezni. Ezek az emberek mind el kell menjenek Izlandra, mert ezekből a szempontokból mind egy csodálatos hely. Sikerült ezt visszaadni a filmen, Saci, hogy látod? Szerintem igen. Tehát azok a képek, amiket én viszont láttam a felvételeken, hát azok teljesen lenyűgözők. Úgy érzem, hogy az, aki eljön a vetítésre, kap egy képet arról, hogy mi volt a fiúknál. Azért a napi élmény. Gyönyörűek a képek. Azt szeretném megkérdezni, voltak-e most szorult helyzetek, mint az első kalandnál? Voltak szorult helyzetek. Gyakorlatilag itt az időjárás, ugye az, amelyikkel az ember számol, főleg ha már járt Izlandon, akkor tudja azt, hogy ezt be kell számolni, és minden nap kell arra gondolni, hogy nem feltétlenül úgy mennek a dolgok, mint ahogy azt otthonról elképzeled.
Viszont talán a legnagyobb küzdelem az önmagunkkal volt, amikor el kellett fogadnunk azt, hogy nem tudunk úgy haladni, mint ahogy azt elképzeltük itthonról. Sőt, nem tudunk úgy haladni másnap, mint ahogy azt előtte való nap elképzeltük. Tehát alkalmazkodni kell egy az egybe a természet diktált a ritmushoz, a természet diktált a feltételekhez, és azt gondolom, hogy ez az emberi kapcsolatainkban is nagyon-nagyon fontos. Próbálat teszi, gondolom. Elfogadni és alkalmazkodni. Azt mondta, hogy magaddal is találkozol, és az ember így a gondolataival marad egy ilyen túrán. Mennyire zavar be például azt, hogy tudod, hogy nem tudjátok tartani magatokat az ütemtervhez? Mennyire stresszel ez, mennyire zökkent ki abból, amit igazából meg kellene élni ott? Nagyon, nagyon. Főleg a... Tehát ugye... Meg azt, hogy Sacinak folyamatosan kell küldeni a képet. Hát az annyira nem, azt szerettük, élveztük végül is. De képzeld el, hogy úgy terveztük, hogy 10 nap lesz ez az átkelés. Ehhez képest 15 lett. Na most a 50%-kal elszámolta, igen. A 15-ből körülbelül 5-6 nap volt az, amikor nagyon nehéz volt ezt leküzdeni, hogy szerettünk volna 100 kilométert tekerni, de nem jött össze csak 50. Szerettünk volna egy bizonyos helyen táborozni, még meg se bírtuk közelíteni. Azért, mert vagy olyan erős volt a szél, vagy annyira vert az eső, vagy tönkrement valamelyik bicikli, vagy olyan gyengék voltunk, mert nem bírtunk eleget táplálkozni. Tehát, hogy egy folyamatos alkalmazkodás kell önmagunkhoz, meg a környezeti feltételekhez. Arra kérem a kollégáimat, hogy ha lehet, vetítsék ki nagyban a képeket, és téged pedig arra kérlek, hogy itt kommentáld, lássuk, mi történik a képeken, mesélj. Ezt itt például? Például igen, ez. Hol volt ez, illetve hogy... Hát ez a túra vége. Ez a túra vége, amikor nagyon örvendünk annak, hogy megérkeztünk a nyugati parton. Hát ez itt a legelején, amikor tervezgettük és nézegettük az útvonalat. Itt több képen is a széllel való küzdelmet látjuk. Volt olyan, hogy egyenes, aszfaltozott úton, ahol ugye nincsenek különösebb technikai problémák, annyira fújt a szél szemből, hogy egyszerűen tolni kellett a biciklit. Tehát nem. Most a kedves nézők, hogyha elképzelik, valószínűleg jól ismerik Kolozsváron a Majális utcát, és ha az ember ott lefele halad, akkor ott olyan szél jött szemből, hogy ha nem tekered a biciklit, akkor megáll lefele menetbe a Majális utcán. Most ilyen körülmények között egy 40 kilóval megpakolt biciklit csak tolni tudsz. Rajta meg. Értelmet nyert ismét az, hogy szembősüssön a nap, és hátulról fújjon a szél, mert hogyha szemből fúj a szél, akkor Izlandon lehet, hogy egy tapotat sem haladsz. Visszatérnék kicsit arra, hogy az első túrátokra az ennél meredekebb volt, és akkor Alfáról itt beszámoltatok. Hát arról nekem pont most Suhajda Szilárdnak az esete jutott eszembe, hogy a sajtó csak ezzel volt tele. Milyen volt visszatérni oda, illetve, hogy nem is tudom, marad-e az ember valami egyféle félelemmel? Mert arra is gondolok, hogy azért is tértetek vissza, mert hogy valahogy kielégítetlenül maradt ez az Izland kalandotok. És azt mondják, hogy az ember egyszer majdnem megfullad, vissza kell menjen azonnal a vízbe, mert különben örökké fog félni tőle. Ha Izland egyszer majdnem elnyelt titeket, akkor vissza kell menni, és meg kell hódítani, mert különben örökké ezzel maradtok. Ezeket csak én találgatom itt, de mesélj. Igen, hát valóban találgatás, találgatni kell és szabad. Én azért mentem vissza, mert akkor úgy éreztem, tehát nem a sikertelen túra miatt mentem vissza, hanem úgy éreztem, hogy Izland nekem annyira tetszett, nagyon-nagyon sok szempontból, hogy akkor nem volt idő ezt magamba szívnom. Mert ott ugye történt az a lavina baleset, és akkor minden felgyorsult, gyorsan hazajöttünk, minden lejárt, alkalmam se volt tényleg egy kicsit azonosulni ezzel a tájjal, ezzel a kultúrával. És most sikerült, tehát 15 napot tekertünk, és még 7 napot ugye előtte néhányat, utána néhányat pihentünk, illetve tekerektünk Izlandon, ami tényleg megadta a lehetőséget arra, amit szerettem volna. Na de visszamegyünk Izlandra, tehát... A filmről is beszélünk, Saci, lássuk a filmnek az ismérveit, az adatait, mert hogy ennek a beszélgetésnek az apropója, az ennek a filmnek a premierje, ami a héten lesz, lássuk, hogy mikor, hol, illetve mekkora a film,
Ha részt vettél egyáltalán a vágásban, hogyan zajlott, meséljetek nekünk kulisszatitkokról, mesélj. Hát egy 30 perces, tehát az 5 vagy 6, valami 5-6-7 órás nyersanyagból sikerült Ákosnak összevágni egy fél órás sűrített, tömören sűrített filmet. Mondhatni azt, hogy akciófilm, mert tele van egy csomó érdekes jelenettel, és sikerült neki kiválogatni azokat a képeket, amik tényleg a leghatásosabbak. Időrendben vette a dolgokat, tehát első nap, második nap, harmadik nap vágott be a jelentésekből, a bejelentkezésekből egy-egy hanganyagot, az képekkel alátámasztotta. Tehát ugye egy 30 perces film bemutatóra kerül sor csütörtökön, 22-én, 20 óra 20 perctől, tehát ez nagyon fontos, hogy ilyen 20-as percekben és órákban gondolkodunk. Tehát 20 óra 20 perckor csütörtökön a Művész moziban lesz a bemutató, az Outdoor magazin támogatta, úgymond az ő kezdeményezésük, működésükkel zajlik, és követi egy beszélgetés az 5 főszereplővel. Úgyhogy mindenképpen érdemes eljönni. Jó, ennél lehet kérdezni, hogy milyen volt a nézőknek. Lássuk egyébként, én még visszatérnék erre az első kalandotokra. A legnehezebb pillanatok, amikor haladtatok át, visszajöttek-e így? Emlékeztél azokra, hogy fú, azért... Persze, igen. Főleg, hogy két éjszakát is ott töltöttünk a gletszer közvetlen közelében, a Vatnajökull gletszerről van szó, amit akkor próbáltunk keresztezni. Most a bicikli útunk ott vezetett el közvetlen közelében, és hát beszélgettünk róla, emlékeztünk, innen sokkal félelmetesebbnek tűnt, mint annak idején fentről a gletszerről, megmondom őszintén. Néztük, sötét volt, szigorú volt, kirázott a hideg, de mikor ott voltunk rajta, főleg amikor sütött a nap és jó volt az idő, akkor teljesen barátságos volt. Levetítitek ezt a filmet, nagyon sok embernek meg fog tetszeni, és azt gondolják, hogy kalandvágyok, hogy én is elmennék Izlandra. Lehet, hogy most jön az a rész, amikor azt mondanád, hogy otthon ne próbálják ki. Mi kell ahhoz, hogy esetleg valaki ne kivághasson? Hát itt... Mert hogy azért ti profitúrázók vagytok, és profin le volt szervezve. Igen. Hát a legfontosabb az, hogyha saját szakára vág neki az ember, akkor sok-sok év tapasztalat szükséges ahhoz, hogy ezt úgymond kivitelezhesse. Nem azt mondom, hogy zökkenőmentesen, mert az ilyen jellegű túrákban mindig van, szóval folyamatosan van egy döccen és zökkenés, amit át kell vészelni, meg kell oldani. Ha pedig nem egy tapasztalt túrázó, akkor is lehetséges, sőt kell, ha szeretné, néhány év felkészülés szükséges hozzá azért. Saci, milyen volt itthonról figyelni az egészet, mert hogy te is természetimádó vagy, és túrázó vagy, és csak küldték a srácok a képeket a szebbnél szebb tájakról. Igen, pontosan úgy történt. Igen, irigykedtem, rettenetesen irigykedtem rájuk, mert nekem nagyon melegen volt a tengeren. Ők pedig olyan jól hűsültek ott az 5 fokos hidegben. Jó, ezt a viccet félretéve, tényleg gyönyörű tájakon jártak, és nagyon izgalmas volt meghallgatni reggel, délután, este, tehát annak függvényében, mikor jutott nekik idejük arra, hogy beszámoljanak az aznapi történésekről. Nagyon izgalmas volt, és nagyon vártam azt, hogy jelentkezzenek, és nagyon nagy élvezettel néztem a képeket. Tehát, hogy és tényleg az volt számomra a legnagyobb kihívás, hogy úgy válogassam össze azokat az anyagokat, és azt próbálja meg abból a 6-7 perces hanganyagból kiválogatni, ami tényleg érdekelheti az itthoniakat. És nyilván, tehát, hogy továbbítottam mindenféle infót a családtagoknak, mert azt arra is külön kértek, hogyha lehetséges, akkor csak egy emberrel kommunikáljanak, hogy akkor ez ennyivel is könnyebb legyen a pihenés. Illetve ne kell egész nap a telefont nyomogatni Izlandon a szebbnél szebb tájakon, és mindenkinek külön lekommunikálni. Ez a projekt egy Rupi Kápra projekt, ugye? Igen. Jó. Erről mesél nekünk a céljairól egyáltalán az egyesületnek, akár lehet ez a,
a szervezeteteknek a reklámhelyeit? Igen, hát ugye ezt az egyesületet, ezt a Hegyi Sportok Egyesületét 2012-ben, 2013-ban hivatalosan alapítottuk, tehát idén lesz 10 éves, úgyhogy idén is, vagy főleg idén fogunk ünnepelni, úgymond, majd értesültök arról is, hogy milyen jó kis kalandokat találtunk ki helyi szinten. Hát a célja az az volt, hogy szervezett formában tudjunk találkozni olyan emberek, akik a természetet szeretik, és a természetben való mozgást szeretik, és a közös céljuk az, hogy ezt a szeretetet megosszák másokkal. Na most ezeknek a projekteknek elsősorban a figyelemfelkeltés a célja, hogy nézzétek meg, lehet ezt csinálni. Gyakorlati szabad. Segítségnyújtás is akár? Tehát, hogyha valaki például mitén túrázni szeretne és beiratkozik hozzátok, vagy eljár hozzátok, akkor ott gyakorlati információkhoz is jutott. Nem működünk klubszinten, nem működünk, viszont vannak rendezvényeink, amiket szervezünk, azokon lehet részt venni, ezek bicikliversenyek, futóversenyek. Ezek a kalandok gyakorlatilag a egyes tagok, vagy a tagok személyes projektjei. Azért emeljük ki őket, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel a figyelmet fel tudjuk hívni arra, hogy így is el lehet tölteni a szabadidőt, és ezáltal arra invitáljuk az embereket, hogyha kérdésük van, hogyha érdeklődnek, akkor nyugodtan ez lehetséges. Milyen projektjétek vannak a jövőre nézve, így közel, távol jövő? Hát most nagyon-nagyon közel következik ugye a Rodney Sky Race, tehát ez egy hegyi futóverseny, ami Borsáról indul, és a radnai havasok legmagasabb csúcsát járja végig, ez lesz július 1-én, ugye, tehát ezen dolgozunk most teljes gőzzel, és aztán pedig ugye a 10 éves évforduló alkalmából több kisebb projekttel ünnepelünk, mint például a 12-2500 méter feletti csúcsnak a megmászása a Kárpátokban, illetve a Mátyás szobortól az Árpád csúcsig való leggyorsabb felfutás, erre hívtuk meg a kolozsvári futni és bringázni szerető közösséget, hogy évvégéig lássuk ki az, aki a leggyorsabban megteszi ezt a távot, úgyhogy ehhez hasonló kicsi, de viszont aktív dolgokkal ünnepelünk. Kihívások hátán. Saci, mondj nekünk egy weboldalat, illetve ott, ahol elérhetik ezek az emberek a fontos információkat. rupikapra.eu, ez a főoldal, és akkor innen a főoldalról meg elérhető minden kisebb projekt, amivel... Én pedig elmondom, hogy még egyszer csütörtökön, ezen a héten csütörtökön, 20 óra, 20 perctől a Művész moziban láthatják majd az Izlandról készült félórás filmet. Saci, neked, Szénás Zoltánnak és Keresztes Saroltának köszönöm szépen, hogy befáradtatok, és erről láthatok ezeket a gyönyörű képeket, és meghívtatok a filmetekre. És további jó kalandokat. Köszönjük szépen a meghívást.